Na sziasztok, ebben a videóban megnézzük a két új kártyás helyet, valamint az új feature-öket interen. Először is ahhoz, hogy a két új kártyás helyet meg tudjuk nyitni, vagy ki tudjuk nyitni, vagy esetleg akár a kibát ki tudjuk nyitni a két kiba kulccsal, ahhoz itt föl kell kapcsolnunk az áramot, mert ugyebár az egész létesítményben nincsen áram. De ezzel most azt kockáztatjuk, hogy mindenhol szólnak az ilyen kis játékgépek, játék elemek, meg a riasztók a boltokban. Főleg, hogyha a kibát kinyitjuk, akkor is, ha nem kapcsoljuk ki előtte, de majd azt mindjárt megmutatom, hogy hol lehet kikapcsolni a kibának a riasztóját, hogy ne riasszon be, amikor nyit, kinyitjuk. Na tehát itt vagyunk a kibánál, és ameddig nincs felkapcsolva a kinti áramellátás, addig nem is tudjuk kinyitni a kibát. Most kinyitjuk a kibát, akkor most meg fog szólalni a riasztó. Második kapunál, így né, meg is szólalt. De ezt ki tudjuk kapcsolni még mielőtt bejövünk akkor is. Mégpedig itt hátul, az Osannál, most én egy kicsit kerülök mondjuk, itt szólnak a riasztók. Hozzá itt. És csöndben maradtak. A Safe Room Exfilt, ami egyben kijárat is, meg loot hely, itt a Burger Spotnak a WC-be tudjuk kinyitni. Itt hátul, férfi WC-ben a piszoárt kell fölnyitni. És a 11 SR kártya kell hozzá. Ki is nyílt. És akkor most futás le. De előtte ennek is ki kell kapcsolni a riasztóját. Amit itt lehet megtenni. Tele van loot-tal, mondjuk az ára az elég borsos. Itt tudjuk felkapcsolni a Object 14-et, és itt úgy tudunk kimenni, hogyha ezt bezárjuk az ajtót, akkor instant kivisz minket. Ezt a titkos részt pedig az erőműhöz legközelebbi parkolóház bejáratnál találjuk, méghozzá kapásból itt a bejáratnál. És az elvileg ennek most nyitva kell lennie. Ja, nyitva is van. És szintén itt fegyvert találunk, ládát, kiegészítőket itt a tetején is. A másik kulcsos helyünk pedig az Oli sarkánál van. Ez pedig a 21-es kulcs, a 21VS. Fontos megjegyezni, hogy mind a két kulcs, tehát a 11 is, meg a 21 is, 15-szer használható összesen, és itt is szintén kiegészítő fegyver található csak. Na meg egy mellény. Jelen helyzetben a 11-es kulcs az 4,5 millió rubel, ez a 21-es pedig azt hiszem 1,5 millió rubel, tehát nem nagyon éri meg, legalábbis a 11 biztos, hogy nem. Mert nem biztos, hogy visszahozza az árát. Ha csak nem arra játszunk, hogy a kibába berohangálunk és gyorsan a safe roomba ki, akkor talán úgy össze lehet vele kaparni annyit. De még elég drága. Kövessetek minket az Escape from Tarkov Hungary Facebook oldalon, valamint a magyar közösségbe. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok Discordon,
esetleg Twitch-en élőbe a Fantasy 1800 csatornán. Köszönjük, hogy itt voltatok, jók legyetek, sok lootot, sziasztok!